Sziasztok, itt Amur és a Feed the Beast modpakos Minecraft sorozat. A Forestry-s Automata Farm bemutató rész után érkezett olyan kérés, hogy térjünk ki jobban erre az Energy Bridges témára, amivel meghajtottam, árommal láttam el. Ezzel kapcsolatban azért felmerül még más dolog is, úgyhogy úgy éreztem, hogy ebből össze tudunk hozni egy részt. Ilyen például az Energy Tesseractos dolog is. Tehát, hogyha Buildcraftos témát akarunk meghajtani normál energiával. Íj, kik vagytok ott? Ennyi. Nem kéne felrobbantani a tetőmet. Arra két módszer is van. Az egyik tényleg ez az Energy Bridges. Ezt korábban a Queries résznél kitértem rá egyébként, tehát ott be is mutattam, hogy a Queries-t hogy lehet ezzel a módszerrel meghajtani, illetve egy külön részben bemutattam, hogy hogy lehet aktiválni azt a modot, ami lehetővé teszi ezt az Energy Bridge-et. Ugyanis a Feed the Beast Unleashed modpakban alapból ez az Energy Converter mod, lehet, hogy nem pontosan mondom a nevét, de nézzétek majd vissza, keresitek vissza ezt a videót. Úgy emlékszem, van valami Advanced Energy Converter, vagy valami ilyesmi a modnak a neve. Ezt aktiválni kell, és utána tudjátok ezt az Energy Bridges témát megépíteni, tehát alapból nincs benne. Viszont az Energy Tesseract az alapból benne van, ez egy másik módszer, tehát ezzel is meg lehet csinálni, sőt akkor meg fogunk egy ilyet is mutatni, hogy lehet azzal megcsinálni. Itt mindenhol egyébként ezt az Energy Bridges módszert alkalmaztam PC-s dolgoknál, tehát itt a pulverizert, meg ezt a carpentert is azzal hajtottam meg. Én ezt jobban csipem, ez nem ennyi már itt feleslegesen. Viszont most nézem, hogy az atomreaktorom megállt. Elfogyott az urán. Így is akarok majd egy atomreaktoros epizódot is csinálni. Úgyhogy szépen megmutatom, hogy hogy is működik ez. Legalábbis az, hogy lekraftolok hozzá urániumcellát, mondjuk ez eleve kész receptem van már. Csináljunk, azt hiszem 4 kell, annyit szoktam belerakni. És szerintem le is kraftolta, minden jel arra mutat. Hol van 4 darab, itt van. Ezt nem lesz tekkelni. Na, hol tűnt a többi? Csak 2 tudott lekraftolni, ja nem, csak mivel már 2 van, igen. Az már a kettesnél kell keresni, utána meg az egyesnél, mert mennyiség szerint van sorba rendezve. Oké. Okay. Remélem, hogy más nem használódott el, valami hűtés blokk vagy valami. És akkor tényleg csak annyi, hogy berakom az új urániumcellákat, a régieket persze kiviszem. Igen. Tehát itt... Jó, ezt majd külön... Mivel energiállátásról van szó, azért mutatom ezt meg. Ezeket az elhasznált cellákat kivesztük, ezt már lehet stackelni, és berakunk helyette új uranium cellákat, amelyek még nincsenek elhasználódva, és rögtön meg is indul a gép, ezzel rá termel az energiát. Lehet hallani is, hogy zúg. Ilyen virpattogós hangja van. Itt körbe hűtések vannak, én így szoktam kialakítani, hogy két dual uranium cellákat körbe rakok. Overclocked heat mental. Rakok Advanced Heat Ventet is, hogyha más nincsen, és ezek a Component Heat Exchangerek, ezek elszedik, elszívják a hőt, ami termelődik. Ezek is nagyon jók, ezek a coolant cellák, ezek is, ezek a 60 cellások már nagyon sok hőt el tudnak nyelni. És a sima Reactor Heat Exchanger is jó, ez a reaktornak a hőjét veszi el. Míg a Component Heat Exchanger a szomszédos cellákból szedi el a hőt és szívja magába, ez az pedig általánosan a reaktort hűti, tehát ezekből is jó, hogy sok van bent. Hogyha jól felépíted a rendszert, akkor egy állandó, nagyon alacsony, akár nullához közelítő hőfok marad meg, és akkor nem is használódnak az alkatrészek. Tehát mindenképp úgy érdemes, én az elején úgy csináltam, hogy jó, hát használódik a ventilátor, biztos ez a dolga. Aztán rájöttem, hogyha jól van kialakítva, logikusan van összerakva az egész, akkor ezeknek nem kell soha elhasználódni. Én csak az uránium cellákat cserélem azóta. Nem egy erős nukleáráktól, ennél jóval erősebbeket is lehet építeni, de a jelenlegi rendszeremet simán meghajtja. Tehát termelődik annyi energia, pláne, hogy ki van egészítve napkollektorokkal és napelemekkel.
ez a rendszer így teljesen működőképes egyfolytában tudja nekem, akkor tudom gajra vágni, amikor bekapcsolom, ezt meg is mutatom, a messzfabrikátort. Ugyanis azért nem árt néha, hogy kis jújumatért gyárt. Egyébként most is gyárt éppen, most is megy. Akkor teljesen jók vagyunk. Ez is teljesen automatizálva van. Basic import, export bus. Rákötve, és amit termel, az kapásból kiszedi belőle, és folyamatosan utánpótlással látja el scrapből. Nem, várjuk már, hogy 100%-ra felmegy, hogy lássátok, ahogy ott terem, és rögtön kiszippantja. Így. Oké. Hát igen, igen, egyszerűen működik a dolog, ugyanis nullára leszívták, hogy megállt. Szokott lenni tartalék benne. Most lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit a masszfabrikátort lekapcsolni, így. Hogy termelődjenek kicsit energia. Valami még mindig nagyon szívja. Vissza kellene fordulni, most már is pozitívba átmenni. Mennek szerintem a scrap készítők is, recyclerek ezerrel. Majd ha elfogy nekik az alapanyag, akkor visszaáll a rendszer jobban. Na, tehát Energy Tesseract és Energy Bridge-es rendszer is van. Felépítve meg tudom mutatni. Kezdjük az Energy Bridge-el még egyszer. Tehát mondtam, lehet, hogyha próbálkoztatok vele, akkor azért nem sikerült lecraftolni, mert aktiválni kell hozzá egy külön modot. A legegyszerűbb tényleg, hogyha a farmon mutatom meg, nem tudom mennyire látszik, már nem emlékszem, a komplet rendszer, de nem építeném meg újra. Na, ez sem már bele ebbe a hülye pici lyukba. Na, hát köszi, hogy felrobbantottál valamit, úgy nagyon kedves voltál. Ennyi! Tettél valami kárt itt? Na itt is egy Energy Bridge-es rendszer. Jaj, de jó volt! Fiúk, lányok, de jó, hogy ide kirobbantottad ezt nekem. Oké. Okay. Itt is úgy működik a dolog. Mondjuk alulról van a zárom, de már meghajtva. Van egy Industrial Craft Consumer, méghozzá ez medium voltage-es, középfeszültséges. Mellette van az Energy Bridge. És itt a gép a pulverizer alatt van, a BC producer. Tehát a pulverizer alatt van, közül meg kellett állítani a telefon miatt. Tehát a pulverizer alatt van a BC producer. Tehát mindig három blokkból kell állni, ami nagyon fontos, hogy a querynek nem adja át úgy az energiát, sőt szerintem semminek, hogy még egy vezetéket is itt adsz közé. Tehát a BC producer és a meghajtandó gép között nem kell, nem szabad vezetéket rakni, mert egy bug miatt ez nem fog működni akkor. Aj, de jó, hogy itt szétrobbantottátok nekem. Na. Nem szeretem a lyukas házat. Nagyon is kiszedtetek egy darabot, ez nem lett meg, nem baj. Oda most egy téglát, aztán majd kiszépítjük. Jógyni. Itt is jól elbaltáztátok nekem a dolgokat. Hát bizony. Hát földblokkok voltak. Ah, nem baj. Hát ezt már esne végre be. Oké. Okay. Tehát itt van. Itt felette van közvetlenül a motor, a motorja a farmnak. Itt látjátok, ez a BC producer. Rákattintotok, akkor látszik, hogy alulról egy IC2-es energiát kap, high voltage-et, 2 EU per tick. Itt pedig kifelé menne, ha dolgozna a gép, outra, ezért mutat 0 megajoule per ticket. Nem megacsul, bocsánat, nem emlékszem már mi a mértékesség, de nekem az ugrik bekapásban, mert az egy létező mértékesség. Itt nem létező mértékességekről beszélünk azért a Minecraftnál. Tehát a felső részen nyomja ki a BC-s energiát. Ez a BC producer. Ez az Energy Bridge, itt ugyanazt látjátok. Ez pedig a consumer. Itt mondom, itt attól függ, hogy milyen consumert építettek, hogy milyen energiával hajtjátok meg. MFSU vagy más MFE oldalról. Tehát kell egy energiatároló,
azt összeköthetitek, tehát az energiatárolót és a konszumált, azt összeköthetitek vezetékkel, az nem gond. Tehát itt, ebből, ez ugye már HV konszumer, de van belőle MV és Low LV is. Ez HV, emeltem egy MF-sút kötöttem rá. Vigyázzatok, ez ugyanúgy elpukkant, hogyha nagyobb energiát kötöttek rá, mint amit be tud fogadni. Tehát ez az arany hármas, ami kell hozzá. Ez egyébként egy igen túl bonyolított rendszer. Sokan nem szeretik, nem használják, hiszen külön modot is kell rá aktiválni hozzá. De egyébként egy nagyon jó dolog, én nagyon szeretem, én egészen addig, amíg az energy tesseractokra fel nem hívták a figyelmet, ezt használtam. Na nézzük meg az energy tesseractot is. Bocsássátok meg, hogyha nem kraftolom le ezeket, tehát az a legkönnyebb része. Az, hogyha a működését, az összepakolását értitek, akkor onnantól kezdve már nem nagy dolog megalkotni ezeket. Lecraftolni, egész mondhatom, ugye itt nincs most épp egy lyuk, hogy ne tudjam megmutatni, de itt van egy leggenerálatlan rész, vagy nem, azt eleve én ástam ki, a fene emlékszik már ezer éve, ami álltam erre. Na igen, itt van akkor egy query, ami viszont nem ezzel a módszerrel van meghajtva, sőt a cucc se így van kiszedve belőle. Ugyanis itt van maga a query, oldalról egy energy tesseract van hozzá, illetve felülre pedig egy item tesseract. Az item tesseract fogja az minden kiszedett cuccat továbbítani. Nekem a Applied Energetic rendszerem, megyek most vissza az Applied Energetic rendszer felé, ami meg elnyeli ezeket. Az a lényeg, hogy a queryhez nem kell chunk loader, ez tartalmaz egy chunk loader, tehát betöltve tartja ezt a területet, és működik akkor is, ha elmegyek akár nagy távolságra is, vagy akár átmegyek a másik dimenziókba. A házam oldalán, ahova küldi a cuccot, oda viszont kell ezt chunk loader. Ha csak nincs ott is valami olyan gép, ami betöltve tartja. De az a biztos, raktok oda egy chunk loadert. Ez Energy Tesseractnál ugyanúgy igaz, tehát ahonnan kapja az energiát, ott is legyen, hogy dolgozzanak azok a gépek, amelyek küldik az energiát. Itt igazából az a lényeg, hogy egy frekvenciát beállítottok, tetszőlegesen, és adtuk egy nevet ennek az energia sávnak, amin keresztül kapja. Bocsánat. Tehát itt az a lényeg, hogy itt rakjátok valamelyik oldaláról én kezdem. Hál' Istennek a query-ről nem érzékeny, hogy melyik oldalról kapja az energiát. Na honnan kapja? Remélem meg tudom mutatni a betöltetlen rész ellenére, mert hogy az itt van len. Ó, ne, hogyha újra kell lesz a töltenem, mert akkor a videó megszakad. Igen. Tehát az a lényeg, hogy itt lenne a másik vége. Itt úgy volt megoldva, hogy ide be volt rakva egy csomó lávás motor. Itt egy irtózat nagy lávatárolót építettem, ahol szipkáz át a Netherből. Ezt egy korábbi részben egyébként bemutattam. Át a lávát, hasznosítják a motorok, az energy tesseract összegyűjti, és továbbítja oda. Nem bonyolítottam túl a rendszert, ez azért jó ez a rendszer, mert itt nincs konvertálás. Az energy tesseractot nem érdekli, hogy mit hajt meg, hogy honnan kapott milyen energiát. Minden gépet meg fog nektek hajtani. Mindenféle variálás nélkül. Ez azért elég pozitívum. Megmondom őszintén, elfelejtettem a hover módot, hogy lehet kibekapcsolni. Ezer éve nem játszottam Minecraft-tal. Igazából csak és kizárólag ennyit akartam ebben a részben megmutatni. Mind az Energy Tesseractos megoldást, amit így a hibás csankba töltés miatt 100%-osan nem tudtam bemutatni. Remélem tudtam segíteni ezzel. Ha bármilyen kérdésetek van még, tegyétek fel.
az energy teszterekből természetesen kettőt kell lekraftolni. Az egyiket odarakjátok, ahonnan kapja az energiát, másik pedig oda az a gép mellé, amit meg akarjátok hajtani ezzel az energiával. Az Energy Bridge-es rendszernél pedig az industrial craftos energiát valamivel meg kell termelni, nekem ez az atomerőművel történik. Bele kell vezetni egy áramtárolóba, és az áramtárolót kell összekötni az Energy Bridge 3-asával. Látjátok, itt innen kapja a consumer alulról az energiát. Ez a vezeték, ez az atomerőműből jön nekem, de jöhetne akár innen egy másik áramtárolóból. Nem szeretek áramtárolóval összekötni. A gép választja, hogy melyiket tölti fel először, azt hiszem, ami közelebb van hozzá. Ebben nem menjünk most bele. Tehát az a lényeg, hogy kell egy consumer, egy energy bridge, és a végére pedig kell a producer. Tehát ezt a kettőt ne keverjétek össze. Én nagyon sokáig szórakoztam, amikor itt meg tudtam hajtani, mert nem találtam sehol róla épkézlá videót, hogy ez az energy bridge-es rendszer hogy működik. És folyamatosan felcseréltem. Consumer helyett producert raktam, nem láttam át a lényegét. Tehát a lényegek, és nagyon egyszerű, mivel industrial craftos energiát fogunk átalakítani build craftossá, az industrial craftos oldalról kell a IC2 consumer, a build craftos oldalról pedig a build craftos gép oldalára kell a BC producer, build craft producer, annak a rövidítése. Ami fontos, de ezt is mondtam már szerintem legalább ötször, hogy a consumerből van LV, MV és HV, attól függően, hogy milyen feszültséggel hajtjuk meg. Már a búcsúzom tőletek, a következő részben atomerőművet fogunk építeni. Sziasztok, Amur voltam!